Több mint 200 tudós és 4000 szakember kellett ahhoz, hogy megalkossák a valaha volt legnagyobb űreszközt, amit egy másik bolygó térségébe küld az emberiség néhány napon belül. Az Europa Clipper fő feladata a Jupiter egyik legérdekesebb holdjának, az Európának a feltérképezése lesz. De pontosan milyen vizsgálatokat fog elvégezni, milyen műszerekkel van felszerelve, hogyan jut el a naprendszer legnagyobb bolygójához, és miért állíthatom azt, hogy egy kicsit mindannyian ott lesztek az űrszonda fedélzetén. Szemeket az égre, indulunk! Az egész történetet kezdhetnénk 1610-ben, amikor Galileo Galilei, az itáliai csillagász, saját készítésű távcsövével kémlelte a felleget. Amikor a Jupitert vizsgálta, valami nagyon különös dolgot észlelt. Kisméretű, gyorsan mozgó pontokat azonosított, melyek szabad szemmel eddig senki számára nem voltak láthatóak. Elég volt néhány éjszaka, hogy Galileo rájöjjön, ezek az égitestek a Jupiter körül keringenek, és ők is a napfényét verik vissza, mint maga a gázóriás. Az itáliai csillagász kezdetleges teleszkópjával akkor mindössze 4 égitestet azonosított, pedig már tudjuk, hogy a Jupiternek legalább 95 holdja van. Ezek közül az egyik legnagyobb az Európa, amit nem sokkal Galileo felfedezése után egy német csillagász Simon Marius nevezett el. Az égitest alig kisebb a mi holdunknál, az Európa átmérője valamivel több mint 3100 km, ez a hold közel 3500 km-es átmérőjének szinte pontosan a 90%-a. A fagyos hold nagyjából 670 ezer kilométerre kering a Jupitertől, majdnem szabályos körpályán haladva. Egy teljes keringéshez elég neki 3,5 nap, ezért egy távcsövön keresztül már néhány óra alatt érzékelhető az elmozdulása. De miért ez az égitest az egyik legérdekesebb a naprendszer körülbelül 300 holdja közül? A válasz az élet lehetősége. Bár elképzelhető, hogy létezik az univerzumban olyan életforma, amit emberi észsel fel sem tudunk fogni, el sem tudunk képzelni, mégis van egy tündöklő bolygó, amiről nagyon jól tudjuk, hogy hemzseg az élettől. Ez nem más, mint a Föld. Azt is tudjuk, hogy milyen tényezőkre volt szükség ahhoz, hogy az anyabolygónkon kialakuljon az élet. Először is elengedhetetlen volt a nagy mennyiségű víz. Fontos volt a megfelelő hőmérséklet is, hogy a víz ne fagyjon meg a hidegtől, de ne is párologjon el a nagy melegben. Ezen felül fontosak voltak azok a kémiai elemek, melyek szükségesek voltak az élő sejtek felépítéséhez. Az Európán pedig mindhárom feltétel teljesülni látszik. Bár maga a hold egy kopár, fagyos jéggolyónak tűnik, a belseje sokkal változatosabb, mint a felszíne. A legalább 3, de akár 30 kilométeres jégtakaró alatt ugyanis folyékony tengerek, óceánok vannak. Az amerikai űrhivatal számításai alapján a kisméretű holdon legalább 2-szer annyi víz található, mint a mi földünkön összesen. Mivel a Jupiter hatalmas tömegvonzása folyamatosan rángatja a holdat, ezért annak belsejében a torziós folyamatok hőt fejlesztenek. Ez szinte ugyanaz a jelenség, amikor egy gémkapcsot gyorsan hajlítgatunk ide-oda. A fémben lévő atomok a hajlítgatás közben egymáshoz súrlódnak, ami akkora hőt fejleszt, hogy akár meg is égethetjük magunkat. Az Európa esetében a Jupiter torziós hatásai is képesek felmelegíteni az égitest magját, ami megolvasztja a felszínén található jégköpenyt. Az eddigi mérések már igazolták, hogy a folyékony víz kiterjedése akár a 90 kilométeres mélységet is meghaladhatja. Az Európa tehát egy kifejezetten ígéretes hely, ha a Földön kívüli élet nyomait szeretnénk felkutatni. Bár az Európa holdat vizsgáló űrszonda ötlete már az 1990-es évek végén felmerült az amerikai űrhivatalnál, a valódi tervezés csak 2013-ban vette kezdetét. Ekkor 75 millió dollárt különítettek el arra a célra, hogy egy szakértői csapat előzetes terveket készítsen az űrszonda felszereltségéről, tervezési, tesztelési ütemezéséről és persze a költségvetéséről.
2015-ben a NASA felajánlotta az Európai űrügynökségnek, hogy a misszió keretein belül elszállít a Holdhoz egy maximum 250 kg-os műszeregységet, ami lehet landolószonda vagy egyéb egyszerű műszercsomag. Nem ez lett volna az első hasonló koprodukció. Az 1997-ben elstartolt Cassini-Huygens küldetésen az amerikai űrhivatal űrszondájára volt telepítve egy kisméretű landolóegység, amit már az Európai űrügynökség tervezett és finanszírozott. Az űreszköz 2004-ben érkezett meg a Szaturnusz vonzásába, majd az Európai Landoló Egység 2005 elején süllyedt a gázóriás egyik holdjának, a Titánnak a légkörébe. Az észvesztő sztoriról többet tudhattok meg a csatornám 58. és 59. részéből. Az öreg kontinens űrügynöksége végül nem vett részt tevékenyen a programban, inkább a saját űreszközükre, a JUICE űrszondára koncentráltak, ami már másfél éve megkezdte hosszú utazását a Jupiter irányába. Na de akkor lássuk, hogyan épül fel az emberiség eddigi legnagyobb bolygókutató űrszondája. Az Európa Clipper hatalmas, tényleg nagy, magassága körülbelül 6 méter, szélessége pedig a kihajtott napelemekkel meghaladja a 30 métert. Tehát ha az élére állítanánk, nagyjából akkora lenne, mint egy 10 emeletes panelház, vagy mint az amerikai szabadságszobor. Azért van szükség ilyen hatalmas napelemekre, mert a Jupiter több mint 5-ször távolabb kering a naptól, mint a Föld. Emiatt pedig a csillagból eredő napenergia kevesebb, mint a 20-ada lesz annak, amit a Föld körüli pályán megszokhattunk. Természetesen szóba jött más megoldás is, a Marson már két jármű esetében is bizonyított a radioizotópos termoelektromos generátor, azaz az RTG. Ezek belsejében a plutónium természetes bomlásából származó hőt alakítják át elektromos árammá, amivel az űreszközök üzemelhetnek. Viszont a nemzetközi szabályozás értelmében erősen korlátozott az ilyen hasadó anyagok ipari feldolgozása. Így a szakemberek végül 2013-ban döntötték el, hogy akkor is a napelemes megoldást választják, ha annak szerkezeti tömege valamivel több lesz, mint az RTG tömege lenne. Az összecsukható táblák az űreszköz két oldalán fognak szárnyakhoz hasonló alakzatban kinyílni a pályára állás után. Egy ilyen napelemszárny nagyjából 14x4 méteres, így haladhatja meg a teljes szerkezet szélessége a 30 métert is. A napelemekre kifejezetten kedvezőtlen hatással van a Jupiter környékén mérhető intenzív sugárzás. Ennek következtében a szakemberek folyamatos állapotromlással számolnak a küldetés éveiben, de egy alapvető profilt mindenképpen el kellett kerülni, hogy az űreszköz egyáltalán működőképes maradhasson. Mivel a Jupiter sokkal erősebb mágneses térrel rendelkezik, mint a Föld, ezért annak sugárzási öve is komolyabb fejtörést okoz a mérnökök számára. A legnagyobb probléma, hogy az Európa Hold épp az egyik legintenzívebb sugárzási zónában kering. Ez azt jelenti, hogy hiába állítanának egy űreszközt Európa körüli pályára, a magas sugárzástól néhány hónapon belül végleg tönkre menne minden rendszere. Ahhoz, hogy az Európa Clipper képes legyen hosszú éveken át hasznos adatokat továbbítani, az a döntés született, hogy az űreszköz Jupiter körüli pályára fog állni, és onnan fogja vizsgálni az Európát a közeli elhaladások során. Innen jött az elnevezése is, ugyanis a Clipperek azok az óceánjáró szállítóhajók voltak, melyek cirka két hét alatt eljutottak az Atlanti-óceán egyik oldaláról a másikra, hasznos teherrel megpakolva. Az Európa Clipper hasonló profilt fog bejárni, nagyjából két hetente fog a Hold más-más zónája felett közeli elhaladást végezni, mialatt a műszerei folyamatos méréseket hajtanak majd végre. Ezután pedig egy nagyjából 10-12 napos időszak következik, mialatt a begyűjtött adatokat továbbíthatja a Föld irányába. Ezzel a módszerrel az űreszköz hosszú éveken keresztül vizsgálódhat a Jupiter térségében, és a tervek szerint ez idő alatt közel 50 áthaladást fog végrehajtani. Lássuk hát a fedélzetére telepített műszereket. Az első műszer az ITEMIS, ami egy nagy felbontású infravörös képalkotó rendszer. Ennek a műszernek köszönhetően az Európa Clipper képes lesz kimutatni a fagyos felszínen azokat a területeket, melyek melegebbek a többinél.
A melegebb zónák árulkodhatnak arról, hogy a mélyben lévő melegebb víz feltör a jégpáncélon, és talán a folyékony víz a felszínt is elérheti egy-egy repedésnek köszönhetően. A második műszer a MISE. Ez egy infravörös spektrométer, amit a felszíni anyagok kémiai összetételének meghatározására fognak használni. Segítségével kimutathatóak lesznek a szerves anyagok, aminósavak, sók és a különböző savhidrátok is. A harmadik műszer az EIS. Ez egy két kamera rendszerből álló feltérképezési műszer. A nagy látószögű kamera látómezeje 48x24 fokos, 50 kilométeres felszín feletti magasságból nagyjából 11 méteres felbontással lesz képes feltárni a felszíni képződményeket. A másik, keskeny látószögű kamera látómezeje viszont sokkal kisebb, nagyjából 2x1 fokos, ami jóval nagyobb nagyítást és felbontó képességet tesz lehetővé. Ez lesz az egyik legfontosabb műszer a fedélzeten, ugyanis egy 50 kilométeres felszín feletti elhaladás során képes lehet akár fél méteres felbontású képeket is készíteni a felszínről. Ez a képélesség már azt is lehetővé tenni, hogy egy mosógépet is megjelölhessünk a hold felszínén. A kamerának köszönhetően az elhaladások során legalább 50 méteres felbontású térképet alkothatunk az Európa hold felszínének 95%-áról. Csak viszonyításképpen jelenleg az Európa felszínének alig 14%-át tártuk fel, azt is maximum 500 méteres felbontással, ami 100-szor alacsonyabb, mint az új műszer teljesítő képessége. A következő műszer az Európa UVS. Ez egy ultraibolya tartományú spektrográf készülék, amit a kilövellő vízcsóvák kémiai elemzésére fognak használni. Az egyik legfontosabb műszerről van szó, hiszen ha van élet az Európán, az biztosan a mélybe van zárva. Ezeket a mintákat pedig vagy úgy vizsgáljuk, hogy leásunk hozzájuk, vagy a réseken át feltörő gejzíreken keresztül kiszivárgott mintákat elemezzük. Ez a műszer ez utóbbi vizsgálatot fogja végrehajtani a számos elhaladás folyamán. Az ötödik műszer a Reason. Ez egy két frekvenciás radar, ami képes átlátni a vastag jégrétegen, feltárva ezzel a hold belső szerkezetét. A műszernek köszönhetően feltérképezhetjük, hogy az Európa felszínén hol milyen vastag a jégtakaró, így könnyebben kiválaszthatjuk majd azokat a zónákat, ahová érdemes lesz majd egyszer egy landolóegységet küldeni. Az ötödik műszer csomag az ECM. Ez egy több antennából álló magnetométer, melynek segítségével nagyon pontosan feltérképezhetővé válik a hold mágneses mezeje. A vizsgálatok segítségével nem csak a jégpáncél vastagságát, de az alatta elterülő folyékony tengerek mélységét is megállapíthatják. A három érzékelőből álló rendszer egyik eleme egy 8,5 méter hosszú kar. Erre azért van szükség, mert az Európa Clipper maga is mesterséges mágneses teret gerjeszt a fedélzetére szerelt eszközök miatt. A műszereket ezért nagyon gondosan kellett kalibrálni. Ezen az animáción például a mesterséges mágneses mezőt láthatjátok az űreszköz körül. A hatodik műszer a PIMS. Ez egy mágneses plazma detektor, ami az Európát körülvevő plazmát méri, ugyanis ez elfedheti a mélyebb rétegekben található tengerek mágneses indukcióját. Ez tehát egy referencia műszer lesz, ami elengedhetetlen az imént bemutatott magnetométer pontos méréseihez. Ezen felül a folyékony víz sótartalmának meghatározásához is bevethető lesz majd. A hetedik eszköz a MESPEX. Ez egy tömegspektroszkóp, ami képes lesz a felszíni és a felszín alatti vízrétegek kémiai összetételét kutatni az űrbe kilövellő nagyon ritka anyagok vizsgálataival. A nyolcadik szenzor a SUDA, ami szintén egy tömegspektroszkóp, ami a felületi porszemcséket fogja vizsgálni. A műszernek köszönhetően a közeli áthaladások alkalmaival akár egy kilövellő csóvába is beleszagolhat, a képességeinek köszönhetően pedig kémiai elemzéseket fog végezni. Végül az utolsó tudományos műszer valójában maga a rádióantenna, amivel az Európa Clipper a földi antennákkal kommunikál. Az elhaladások során a fagyos hold gravitációs hatásainak köszönhetően az űrszonda sebessége változni fog. Ezen változásokat pedig kiemelkedő pontossággal lehet mérni a rádió hullámok Doppler hatásának köszönhetően.
A jelek torzulásaiból pedig egy gravitációs térképet alkothatunk a Holdról, ami feltárja előttünk a belső szerkezeti felépítését. Talán az egész misszió legérdekesebb adata számomra, hogy az összes műszer, tehát a hasznos teher tömege együttesen mindössze 82 kg. Igen, az itt felsorolt űreszközök be vannak préselve egy dobozba, és mindössze annyit nyomnak, mint egy átlagos felnőtt. Pedig az űreszköz tömege a start pillanatában több mint 6 tonna lesz. Hogy fér össze ez a két adat? Nos, az egyik fontos tényező a korábban már említett nagymértékű sugárzás. A károsító hatást elkerülendő, a szakemberek igyekeztek védelmezni az elektronikus műszereket. Ennek következtében a tudományos műszercsomag egy nagyjából 150 kg-os titán és alumínium borítású boxban kapott helyet. Ehhez jön még a szerkezeti tömeg, a napelemek és a hozzájuk csatlakozó akkumulátorok tömegei, és persze a meghajtási rendszer súlya, ami összesen 24 fúvókából áll. Értelemszerűen üzemanyagra is szükség lesz, így az Európa Clippert a start előtti hetekben feltankolták a megfelelő mennyiségű hipergolikus üzemanyaggal. És hogy mennyivel? Remekül szemlélteti, hogy mennyire energiaigényes egy ekkora szondát Jupiter körüli pályára állítani, ugyanis a szonda száraz, azaz üres üzemanyagtartályokkal mért tömege nagyjából 3300 kg. Ehhez tankolnak hozzá még több mint 2750 kg üzemanyagot. Ennek a mennyiségnek több mint a felét akkor fogja felhasználni, amikor a sebességét a Jupiter közvetlen közelében a bolygó körüli pályához elegendő mértékre kell csökkentenie. De hogy jut el egyáltalán a Jupiterig? Az amerikai kongresszus nagyon szerette volna, hogyha az Europa Clipper az USA új óriásával, az SLS rakétával indulna útjára. Ám az amerikai űrhivatal félt attól, hogy a rakéta költségei és gyártási ütemterve hátráltatja, vagy egyszerűen ellehetetleníti majd a startot. Így végül számításba vették a kereskedelmi indítás ötletét, ami egyáltalán nem meglepő módon jóval költséghatékonyabbnak bizonyult, mint az SLS rakéta. Bár a Space Launch System brutális erejének köszönhetően a Jupiterig tartó út csupán 3 évbe telt volna, végül a jóval kedvezőbb áru kereskedelmi megoldást választották. Az űreszköz utazási ideje így nagyjából 6 évet fog igénybe venni, de ez megéri, ugyanis a kiválasztott jármű a költséghatékony Falcon Heavy lesz, így a teljes projekt legalább 2, de egyes számítások szerint inkább 3 milliárd dollárral lesz költséghatékonyabb. A startra a jelenlegi ütemezés szerint október 10-én a kora esti órákban kerülhet majd sor. Az Europa Clipper útja először a Mars irányába vezet, ahol 2025-ben fogja végrehajtani első hinta manőverét. 2026. decemberében pedig a Föld fog rántani rajta egy akkorát, hogy az űrszonda megkezdje hosszú útját a naprendszer legnagyobb bolygójának irányába, ahová tervek szerint 2030. áprilisában fog megérkezni. Az Europa Clipperen két gravírozott plakett is helyet kapott. Az egyiken az amerikai költő Ada Limón verse olvasható, melyben a két világot köti össze a víz. A Föld nevű bolygót, ami arra vágyik, hogy megértse, mit tesz egy égitestet lakhatóvá, és az Európa nevű holdat, ami még annyi titkot rejt. A 18x28 cm-es háromszög alakú lemezt tantából készítették, a vers alatt a költő aláírása, mellette pedig egy 2011-ben elhunyt legendás amerikai bolygókutató Ron Greeley portréja és kézegye is fellelhető. A kettő között pedig a hidrogén és a hidroxil csoport közötti frekvencia tartományt is feltüntették, ugyanis e két elem egyesülésével jön létre a H2O, azaz a víz. A lemez tetején a híres Drake formula vagy Drake egyenlet, ami azt próbálja meghatározni, hogy hány értelmes technikai civilizáció élhet egy megadott számú csillagot tartalmazó közegben. A számítási módszerről többet tudhattok meg a csatornám 26. epizódjából. A vers és az egyenlet között pedig egy palackposta látható a Jupiter és annak 4 legnagyobb holdja társaságában, melyeket még Galileo fedezett fel.
Ez egy szimbólum, ugyanis az űrhivatal évekkel ezelőtt lehetőséget biztosított bárki számára, hogy feliratkozzon az űrszonda fedélzetére. Ehhez egy mikrochipet használtak, melyre összesen 2.620.852 ember írta fel nevét az interneten keresztül. Köztük ott utazik majd az űrkutatás magyarul YouTube csatorna is, ezért mondtam, hogy részben ugyan, de mégiscsak ott utazunk majd mindannyian hosszú éveken át a távoli világűrben. A plakett hátulján is van valami érdekesség, pontosabban egyből 103, ugyanis a lemez másik oldalán a 103 nyelven felmondott vízszó hanghullámait láthatjuk megjelenni. A 103 nyelv soknak mondható, de sajnos a magyar ezúttal nincs köztük. Az Európa Clipper tehát néhány napon belül megkezdi csodálatos utazását, melyben egy picit minden nézőm érintett lehet. És ha szeretnétek, akkor ennek apropóján élőben közvetíthetjük nektek a startot itt, az űrkutatás magyarul YouTube csatornán. Ehhez nincs más dolgod, mint megírni kommentbe, hogy szívesen velünk együtt izgulnátok végig a kifejezetten látványosnak ígérkező startot. Kedves Európa Clipper, jó munkát odafent! Ha tetszett a videó, iratkozz fel, hívd meg egy kávéra a Patreon oldalán, vagy csatlakozz, és legyél te is csatornatag az extra tartalmakért!